Üdvözlöm Önöket, heti kulturális magazin műsorunkat a Mecénás látják. Nagyasszonyok a történelemben, kiállítás Sárospatakon, könyvtárosok találkozója Sátoraljaújhelyen, művészházasbár bemutatkozója a Magyarok házában. Ezek mai kínálataink. Amíg a történelem alakításában kiemelkedő szerepet játszó férfiak megvívták csatájukat, addig bizony sokszor a nők vették át azokat a feladatokat, amelyek a hétköznapi ügyek intézése kapcsán szintén befolyással voltak az események alakulására. Lórántffy Zsuzsanna, Báthori Zsófia, Zrínyi Ilona, csak néhány név azok közül, akik nőként számos olyan feladatot elláttak, amelyek a 16-17. Századi közélet fontos része volt. Nagyasszonyok Sárospatak történetében címmel ebben a témakörben szerveztek kétnapos tudományos konferenciát. Mit is jelentett a 16-17. Századi közélet? Mikor és miben vehettek részt a nők? Többek között ezeket a kérdésköröket taglalta az a kétnapos tudományos konferencia, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma szervezett neves vendégelőadók segítségével. Az érdeklődők közel 30 előadást hallgathattak meg, amelynek keretében a közismert nagyasszonyok mellett kevésbé ismert nők történetéről is hallhattak érdekes információkat a jelenlévők. Nagyon sok érdekes, új információ került elő az elmúlt időszakban, illetve a kutatások során érdekes összegzésekre van lehetőség, és most ez a kis konferencia mindennek teret adhat. És ez olyan szempontból fontos, mert Sárospatakon egyrészt mindig igyekeztünk arra, hogy a tudományos közéletnek részeje legyünk, és a rendszeresen helyet adjunk a legújabb kutatások eredményeinek, és ez a folyamat ezzel a konferenciával is folytatódik, és fontosnak érezzük azt, hogy Sárospatakról az új ismeretek mindig megjelenjenek itt a városban, a várhoz kapcsolódva is, és ez a konferencia most tényleg olyan, hiszen a régi birtokosok feleségeinek történetéből lapozgattunk, a most elhangzó előadás éppen a Kerecsényi Judit. Ez abban segítségünkre lehet, hogy ezáltal még jobban megismerjük, vagy abba a korba behelyezhessük a sárospataki nőalakokat. A Rákóczi Múzeum korábban ugyanezen a címen kiállítást is szervezett, amelyben a nagyasszonyok ruháit, emléktárgyait, használati eszközeit mutatták be az érdeklődőknek, így is közelebb hozva őket a mindennapokhoz. Patakon épp úgy, mint a férfiakat, mindig épp úgy emlegettük a nőket is. Lórántffy Zsuzsanna, Báthori Zsófia, Zrínyi Ilona sora egy évszázadon át végigöleli Sárospatak történetét. Ők pont abban a társadalmi rétegbe tartoznak, akivel itt az előző előadónképpen Várkonyi Gábor példálózott, tehát meghatározó alakjai voltak a 17. századnak is, de legalább olyan fontos, hogy amikor a 19. századi történetírás felfedezi a nőket, akkor őket is épp úgy felfedezi és oda teszi példaként az érdeklődő olvasók vagy a történelem iránt, akármi kutatás szinten is érdeklődők elébe, tehát több impulzusban mindig ott voltak azok a nőalakok, akik Sárospatak történetében jelen vannak, de mellettük azért vannak olyan nőalakok és Sárospatakon is, mint például Kerecsényi Judit, akiről azért kevesebbet tudunk, de itt Sárospatakon illik azért is, hiszen ha bemegyünk a bazilikába, akkor ott van Dobó Ferenccel közös síremléke, tehát az egy olyan művelődés történeti emlék, amire méltán büszkék lehetünk itt Sárospatakon, hogy ez így megőrződött, és hát tudjuk, hogy a Picin gyűrű, a Perényi Gábor és Ország Ilona gyűrűje által megint csak van olyan különleges műtárgyunk is ebből az időszakból, amelyek ismerete szerintem fontos lehet Sárospatakon, minél szélesebb körben ismertessük meg országos szinten is, és ezek az információk úgy egybe rakva, egybe fűzve kirajzolják azt a 16-17. Századot, amiben vannak olyan nőalakok, amiről csak a történészek tudnak, de nekik is akár kevesebb információjuk van, de úgy elhelyezzük őket a történelembe, és vannak azok a nőalakok, akikről
könyvnyi, sok könyvnyi információnk van, és írtak is róluk sokat, de épp úgy benne vannak a szépirodalomban, és benne vannak a mindenki történelmi tudatában. Sárospatak gyakorlatilag ezt a korúikor 16-15. Századot értelmezünk, mindig is vezető szerepet vállal. Tehát a 16. században a Perényi időszak például, vagy aztán a 16. század végén a Dobó korszak, aztán a 17. századot nagyon erőteljesen meghatározó Rákóczi időszak, az mindig is azt jelentette, hogy Sárospatak a korúikori Magyarország egyik nagyon fontos politikai és kulturális centruma is volt. Tehát az itt megjelenő nők, feleségek, legyen ezek a Perényi Bátori család, vagy éppen a Rákóczi család képviselői, vagy a családba beházasodott nők, mindig is a figyelem középpontjában voltak. Itt szintén említettem egy példát, ez Lórántfi Zsuzsanna, itt Patakon ez természetesen ismert, és sőt a magyar történeti tudatban is az egyik legismertebb női alakkal van dolgunk, aki egy hirtelen, teljesen váratlan módon egy hitéleti vitába keveredik, ami a korszakban nem ismeretlen, mert protestánsok, reformátusok és katolikusok természetszerűleg vitatkoztak, nagyon sokszor igen durva hangnemben is egymással, de azáltal, hogy Lórántfi Zsuzsanna egy szentírás gyűjteményt tesz közzé saját név alatt, és ez a Mózes és a Proféták volt, abban a pillanatban ő személyében is a támadások középpontjába áll, és kimondottan a katolikus oldalról a vele szemben írott pamflettek arra helyezik a hangsúlyt, hogy egy nő ne szóljon bele a hit különböző dolgaiba, mert annak nem lesz jó vége. Az elképzeléseink azok még mindig a 19. század medrében haladnak, tehát olyan romantikus, a historizáló történelem írás által megrajzolt portrék alapján zajlanak, mint például Zrínyi Ilona, vagy akár az előbb említett Lórántfi Zsuzsanna, vagy Báthori Zsófia személye, akikben mindig példát keresünk, viszont ez a példa, ez általában mindig az úgynevezett női kötelességekkel kapcsolatos példák. Tehát egyrészt a vallásos nő, akinek egyetlen egy feladata van, hogy az éppen a vallását fejezze ki, és ezt példamutató módon tegye, de mint láttuk Lórántfi Zsuzsanna esetében ez egy hitvita középpontjába is került, vagy például a családanya szerep, a feleség szerep, ahol egyrészt a hűséget, másrészt a lojalitást várják el ezektől a személyiségektől. Most ezek természetszerűleg ismertek most. Azok a szempontok, amikre én éppen itt az előadásban igyekeztem felhívni a kollégáim figyelmét is, azok viszont kevésbé ismertek. Tehát nem szembesülünk azokkal a történeti folyamatokkal, hogy például az a negatív kép, amit Laskai János 1641-ben leír a nőkről, hogy teljes mértékben alkalmatlanok minden közéleti szereplésre, mert buták, gyengék és eredendően még bujálkodók is. Innentől kezdve ez mintha hagyományként menne végig a magyar közgondolkodásban, és nagyon sokszor, majd, ha nem is szó szerint így, de megfogalmazódik az, hogy a nőnek nincs helye és szerepe mondjuk egy magasabb közéleti tevékenység betöltése során. Tehát ez hiányzik. És ez azért nagyon fontos, mert ha az előzményeket vagy a történelmi folyamatokat nem tárjuk föl, vagy nem próbáljuk megelemezni, akkor igazából a saját jelenünk, vagy hát a közvetlen jövünk meghatározása és kicsúszik a kezünkből. Tudományban az egyértelmű, hogy ezek a nőalakok, tehát a három klasszikus, Lórántfi Zsuzsanna, Báthori Zsófia és Zrínyi Ilona kötődik Sárospatakhoz. Talán a közvéleményben ebből egy személy az, akit egyértelműen köthetünk Sárospatakhoz, az Lórántfi Zsuzsanna, hiszen itt van az ellenpélda, hogy mi tudjuk, hogy Zrínyi Ilona is élt itt, kapcsolódik a városunkhoz, de a közvélekedésben Zrínyi Ilona munkáccsal jelent egyet, tehát ezek nem feltétlenül fedik le azt, ami a valóság, az nem feltétlenül fedi le a köztudatban megőrzött nemzeti emlékezetet, de egy-egy ilyen konferencia felhívhatja arra a figyelmet, hogy vannak itt más információk is, amelyet, hogyha nem beszélünk róla, akkor nem tudnak róla. Az érdeklődők az előadások kapcsán átfogó képet kaptak a 16-17. Század közéleti eseményeiről, és arról, hogy abban miként játszottak sokszor vezető szerepet a nők. Mi a nő feladata?
A II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár Sátoraljaújhelyben tartotta a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok 14. találkozóját. Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében megvalósult szakmai konferencia központjában a könyvtárak a helytörténetben betöltött szerepe volt. Az események keretében köszöntötték a több évtizedek könyvtárosként dolgozó és az idén nyugdíjba vonult könyvtárosokat. A II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár a könyvtárak helytörténeti kutatásokban és a helytörténeti adatszolgáltatásban betöltött szerepét választotta központi témájául a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok 14. találkozójának. A Sátoraljaújhelyben rendezett szakmai konferenciára a megye valamennyi bibliotékával rendelkező településéről érkeztek könyvtári dolgozók. Ez egy nagyon fontos téma, hiszen ezzel tudjuk erősíteni a kisközösségeket a megyében is, a kis településeken is, hiszen számos olyan programot viszünk, aminek közösségépítő ereje van. Fontos, hogy a lakosságot is erősítsük meg a megyében, az identitásunkat, a magyar identitásunkat hangsúlyozzuk, a magyar kultúrát vigyük mindenhová a megyében. A könyvtárosok találkozója 11. alkalommal szintén egy ilyen identitás erős, összefogást erősítő program. Együtt legyünk a megyében, szép helyen legyünk együtt, kulturális környezetben, vagy olyan környezetben, ami a történelmi múltunkat fejezi ki, és hát szakmai programokban is részesüljünk. Sátoraljaújhelyen Fehér József, nyugalmazott múzeumigazgató az előjárója a helytörténeti kutatásoknak, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke a megyei könyvtáros találkozón Sátoraljaújhely történetéről, a helytörténeti dokumentációkról és a helytörténeti kutatások jelentőségéről tartott előadást. A szülőföld szeretetét, meg aztán a hazaszeretetet úgy lehet igazán kialakítani a gyerekben, ifjúban, felnőttben, ha ismeri a szülőhelyét, ismeri a környezetet. Tehát csak azt tudjuk igazán becsülni, szeretni, tisztelni, amit ismerünk. Ha nem ismerünk, idegenként járunk mindenütt. Nekem egyébként most jutott eszembe, hogy ezt föl kellene emlegetnem, sőt, föl is fogom emlegetni, hogyha már Sátoraljaújhelyben van ez a konferencia, akkor elsőként a Kossuth szobron, szobor talapzatán lévő felírást kellene idéznem, legalábbis tartalmilag. Amikor Kossuth ezt írta, akkor 88 éves volt, turini számüzetéséből írta az újhelyieknek, hogy én Monokon születtem, amott a Szerencsi-hegy tövében, ahol Árpád honfoglalói az első áldomást megülték. De Újhely volt gyerekkorom bölcsője, és ami a madárfiúknak az anyai fészek, az nekem Újhely volt, és büszke vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhetem. Szóval ez csodálatos, szép vallomás 88 éves korból Kossuthtól, de van neki több is, amiben ez megnyilvánul, a szülőföld szeretete. A börtönévei után, amikor először jött Zemplénbe, akkor valahogy, valahogy azt írja, hogy csak nem leborultam megcsókolni a földet, amikor újra Zemplénbe léphettem. Tehát ezeket az érzéseket, gondolatokat lehet kialakítani, ha ismeri az ember a környezetét, szülőföldjét. Sátoraljaújhelynek nagyon gazdag a történelme. Napjainkban a kutatások során napvilágra kerülnek-e még olyan események, olyan történések, amelyek meghatározóak voltak, vagy a jövőre nézve meghatározóak lehetnek a városra nézve? Nagyon sok téma és feladat van. Egyetlen egy személyt hadd említsek föl, akit én Zemplén legnagyobb alakai közé sorolok, Dókus Gyula alispánunkat. Egy olyan fantasztikus teljesítményt produkált itt, elsősorban Újhelyben, de az egész Vármegyében is, amelynek a nyomai itt vannak körülöttünk. A Kossuth szobor, az előbb emlegettem, felállítása,
a Hősök temetőjének kialakítása, a megyei kórház építése, akkor ugye megyei kórház építése, arról nem is beszélve, hogy ő volt a múzeum alapító itt Zemplénben, tehát nekem ilyen módon elődöm is. Tehát nagyon sok, nagyon-nagyon sok személyiség is van, meg történés is sok van, amit egyébként szerintem ki kellene bontani. Tehát ebbe persze vannak olyanok is, tévhitek is vannak, és azokról az igazságot és a valóságot el kellene mondani, de a pozitívumokat természetesen azokat hangsúlyozni. A könyvtárosok felelőssége abban áll a helytörténeti kutatásokban, hogy nyitott szemmel is füllel járjanak, összegyűjtsék, feldolgozzák, és a könyvtár használók számára átadják a helytörténet szempontjából kiemelkedő információkat, dokumentumokat. Erről dr. Székelyné Forintos Judit, a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár helytörténeti gyűjteményének munkatársa beszélt a szakmai konferencián. Én mindenképpen kiemelném az időszaki kiadványok sorát, így fogalmazunk mi könyvtárosok. Ebben a körbe a napilapok és folyóiratok tartoznak, amelyek szintén nyomtatásban jelentek meg. Ezek időszerű információkat tartalmaznak, tehát az eseményekkel egy időben, illetve másnap jelennek meg. Mindenképpen fontos helyismereti információkat, adatokat tartalmaznak egy településre vonatkozóan, és ezért fontos, hogy egyrészt a megyei napilapot egy kis településen is, egy megyei napilapot figyeljenek a kollégák, illetve a napjainkban gyakran kiadott híradókat, amik megjelennek, hírmondó, híradó, mindegy, minek nevezzük, de nagyon sok önkormányzat ad ki ilyen települési újságot. Ebben egyrészt az önkormányzat működéséről, de a településen zajló életről, eseményekről, esetleg kulturális, gazdasági, társadalmi eseményekről értesülhetnek. Ezt mindenképpen be kell gyűjteni a kis könyvtáraknak is. Valaki a megyei könyvtárban, a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtárban helytörténeti dokumentumok után szeretne kutatni, ezt hogyan teheti meg? Illetve csak Miskolcról őriznek ilyen dokumentumokat, vagy a megye több településéről is van nagyobb állományuk? Természetesen megyei könyvtár vagyunk, működési területünk a jelenlegi Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve a történeti vármegyék valamikor megyéhez és országhoz csatlakozó részei. A könyvtárban nálunk is lehet természetesen a helyszínen használni az állományt, de ma már az internet segítségével az online katalógusunkban segítsége, vagy önállóan, vagy helyben könyvtári segítséggel tudnak helyismereti, helytörténeti kutatást helyben is végezni az érdeklődők, vagy a téma iránt érdeklődők. Azt hallhattuk, hogy majd csak két évszázados története van a helytörténeti dokumentumok gyűjtésének, de honnan indult el, mely országokból, és itt Magyarországon mióta jellemző az, hogy a könyvtárak is foglalkoznak ezzel a feladattal? Így van, a 19. század közepétől Angliában és Amerikában a közkönyvtárak kezdték el gyűjteni a településekre és környékükre vonatkozó helyismereti dokumentumokat. Magyarországon a kiegyezést követően létrejövő múzeumok és a múzeumok könyvtárai gyűjtötték először a helyismereti információkat. Budapesten, a budapesti könyvtárban 1913-ban jött létre a Budapest gyűjtemény, amely már tudatosan gyűjtötte a Székesfővárosra vonatkozó dokumentumokat. Ezt követően néhány város szintén, illetve városi könyvtár szintén elkezdett ilyen dokumentumokat gyűjteni. Ezek Szeged, Debrecen vagy Szombathely városok voltak.
Ezek a gyűjtemények sajnos a II. Világháborúban megsemmisültek, tehát 45 után és az 50-es években kezdődött el igazán széles körűen a közkönyvtárak különböző típusára lebontva a helyismereti anyag gyűjtése. A megyei könyvtárosok találkozóján adták át a ProBiblioteka díjat, és köszöntötték a több évtizedes munkásság után idén nyugdíjba vonuló könyvtárosokat. Csendes lét címmel nyílt kiállítás a Magyarok házában. Piti Zsuzsanna sátoraljaújhelyi festőművész és férje Boros Miklós szobrász közös kiállítását a Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozata szervezte meg. A művész házaspár annak ellenére, hogy 2 évtizede ismerik egymást, és otthon saját műtermükben egy helyen alkotnak, még soha nem állítottak ki együtt. A Világszövetség meghívásának elegettében megtapasztalták, milyen hatást adnak ki együtt alkotásaik. Piti Zsuzsanna és Boros Miklós Csendes lét című kiállítását tekintheti meg a közönség a Magyarok házában. A Magyarok Világszövetsége Zemplén tagozata szereti megszólítani azokat az alkotókat, akiknek zempléni kötődésük van. Piti Zsuzsanna festőművész tanár Sátoraljaújhelyen született, szülei ma is itt élnek. A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola diákja volt, a Pécsi Képzőművészeti Doktori Iskola festőszakát is elvégezte. Munkái csendéletek, amelyeket kis és közepes méretű vászonra fest, jellemzői, hogy szereti megmutatni a különböző anyagok harmóniáját. Zsuzsa még soha nem állított ki szülővárosában, így örömmel vette a felkérést, hiszen amióta iskolába jár, a festészet és a rajzolás tölti ki az életét. Kezdődik azzal, hogy mindig 5-öst kapsz minden rajzodra, mindenki csodál, és akkor amikor dönteni kell, hogy milyen iskolába menj tovább, akkor így jártam egy picit ide a Kossuth Lajos gimnáziumba, és akkor utána úgy döntöttem, hogy az biztos, hogy nem fog nekem menni, hanem a művészetiben szeretném. És akkor még utána is van, amikor azt elvégzi az ember, az egyetem után is van még. Szóval, hogy ez igazából az életes során az embernek többször van egy ilyen kérdés, hogy akkor hogy folytatom, hogy mi ez, hogy kell nekem, vagy bárkinek, főleg nekem, hát bárkivel nem törődöm, és akkor úgy. Kellenek a visszaigazolások ebben a folyamatban? Akár a kiállítások, akár a közös munkák, akár az ilyen művésztelepek, tehát te az a fajta művész, hogy akinek erre szüksége van, vagy bőven elég az is, hogy alkothass? Az elején nagyon kellenek, nekem nagyon, és aztán a korral, meg idővel egyre kevésbé. Tehát, hogy most már nem tör le, hogyha valakinek nem tetszik, és nem is... Tehát, hogy azért kevésbé ingadozom emiatt, hogy más mit szól hozzá, viszont átalakult egy teljesen belső dologgá, ami... Tehát, hogy ami nélkül már nem lehet élni. Ezek a csendéletek ugye különböző korszakokban készültek. Mai napig is inkább a csendéleteket fested? Igen, ez 13 év, és hát van még olyan, ami szinte nem száradt meg a festék. De mivel itt még nem volt kiállítás, amit gondoltam, hogy most nem kell úgy, hogy az utolsó 1-2 év munkáit, kislányom születésekor volt egy időszak, amikor így nem festettem, de azért egyre jobban jött vissza, meg hiányzott, és hát ez kell. Tehát, hogy tényleg nem azért, hogy úgy megmutassam, hanem valahogy ettől van jól az ember. Közös kiállításotok a pároddal volt-e már? Nem, ez az első. És milyen volt így közösen berendezni a kiállítást? Az jó volt. Mondtam neki, hogy még ilyen kiállítást nem is voltam, hogy mert hogyha festőkkel állítunk ki, minimum egy elszalad sírva. Mi meg nagy egyetértésben tettük ki a dolgainkat, úgyhogy ez jó volt. Boros Miklós szobrászművész tanár, szintén a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola tanulója volt, és szintén elvégezte a Pécsi Képzőművészeti Doktori Iskolát. Bronz szobrainak egyik különlegessége, hogy egészen vékony szálakig tudja kiönteni a formákat. Munkái jól kiegészítették Zsuzsa festményeit.
Próbáltunk egymással hangolódni, legalábbis műtárgy szinten is most már, most néztük meg tulajdonképpen, hogy mennyire ütjük egymást, vagy mennyire mozgunk együtt így egy kiállítótérben, de hát így, hogy feleségem festő, én szobrász vagyok, így nagyon szépen megosztozunk a téren, övé a sok fal, enyém a tér. Miklós 1994 és 2011 között szinte folyamatosan képezte magát. Szobrászművész végzettsége mellett építészmérnököknek oktat, szabadkézi rajzol, saját alkotó tevékenységét szimpóziumokon, művésztelepeken tudja kiélni. Tulajdonképpen nekem valahogy úgy alakult, hogy én szinte nem is terveztem máshogy soha, tehát gyerekkoromtól kezdve szüleim rajztanárok, és valahogy úgy a művészeti könyvek, a Balcsony anatómia könyvében, a Koponyánál ki volt törve a könyv, annyiszor nézegettem, és hogy valahogy ez olyan természetes volt. És tulajdonképpen az, hogy miért pont szobrászat, az talán egy véletlenszerű dolog. Olyan 14 évesen az ember még nem tudja igazán, hogy mit akar, és az talán majdnem, hogy a felvételi alkalmával dőlt el, hogy akkor még Nyíregyházán tanított a Orr Lajos nevű szobrászművész, és hát ő híresen jó tanár volt, és nagyon ajánlották, hogy érdemes hozzájárni, és onnantól kezdve már nem mentett meg semmi attól, hogy úgy folytassam a dolgokat. Kellenek a visszaigazolások egy ilyen képzőművészeti pálya elején? A sikerek, a kiállító helyek, a közös táborok, tehát hogy amikor úgy visszaigazolják, hogy amit te csinálsz, az jó. Igen, végül is igen. Az, hogy most ezt sikernek lehet-e hívni, az egy más téma. Természetesen, mivel ez egy a kommunikáció egyik formája, ami talán nem a legdivatosabb manapság, bár a vizuális kommunikációnak a különböző más szféráiba jelentős élet van. A csendesebb képzőművészeti, hagyományosabb festészeti, szobrászati nyelvezet talán kevésbé divatos, de ennek ellenére az, hogy az ember meg tudjon nyilvánulni, azt arra más tudjon figyelni, más tudjon reagálni, ez teljesen természetes, hogy fontos és jelentős. Hogy ezt most sikernek hívjuk, ez egy másik dolog. És a fém szobrászat, vagy ezek a fém tárgyak, ezek így mikor találkoztak veled, vagy találkoztál te velük? Hát én már tulajdonképpen középiskolás koromban is bronzöntő szobrász szakon végeztem, és ezért a bronzzal, mint anyaggal már akkor én megismerkedtem. Tulajdonképpen 14 éves voltam, amikor az első érmeimet magamnak formáztam és öntöttük. És talán ez is maradt a legközelebbi anyag, tehát a követ kevésbé szoktam használni, az talán egy külön embertípust igényel. Én ezt szeretem, hegeszthető, önthető, domborítható, különböző rozsdamentes acélok, színes fémek, hagyományos acélokkal lehet dolgozni, ami nagyon gazdag szín és forma képzést enged meg. Milyen a életetek a művészi pálya vonalatában? Láttam, hogy a műtermetek valószínűleg ott van, ahol laktok vagy éltek, akkor ez így hogyan tud együtt vagy jól működni? Hát ez kicsiben működik, nem kell olyan nagy dolgokat elképzelni, hogy ezek óriási műtermek, tényleg egy szobányi helyiség, vagy a Zsuzsának is viszonylag kisméretű képei szoktak lenni, ami egy határozott direkt választás, ami nem kíván nagy helyet magának. Én nagyon sokszor az utóbbi években művésztelepeken szoktam improvizálni, tehát arra van lehetőség. Most éppen októberben kezdjük a következő bronzöntő szimpóziumunkat, ami a harmadik lesz. Például az itteni szobrok, a bronz szobraim, azok az utóbbi egy-két évben ott készültek. Tehát barátokkal összefogva kitágítjuk és művésztelepé tesszük a dolgot, és akkor segítünk egymásnak, mindenki beledobja, ami van, és akkor tulajdonképpen így nem kötelező mindig otthon megvívni egyedül a csatát a kihívásokkal. A kihívások eredményei, vagyis a bronzalkotások és Zsuzsa festményei a Magyar Ök Világszövetsége Zemplén tagozatának kiállító termében is megtekinthetők. A végére pedig programajánló. Megnyilatkozhatik végre minden szív és akarat címmel Sátoraljaújhely 1956-os emlékeiből nyílt kiállítás a Zemplén Galériában.
Októberben több programot is szervez a Kossuth Lajos Művelődési Központ a Magyar Szabadság éve évfordulójának tiszteletére. Október 17-én hétfőn dr. Nagy Bozsoki József tart előadást személyes forradalmi élményeiről, majd szerdán és pénteken filmvetítések lesznek ebben a témában. Sárospatakon október 17-én indul az őszi színházi évad. A Turaida Színház Ikrek előnyben című zenés vígjátékát tekintheti meg a nagyérdemű közönség. Október 18-án kedden délután 5 órától a Magyar Festészet napja tiszteletére Herman Levente festőművész kiállítása nyílik az Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállító termében. Mindenkit szeretettel várnak! Önök Mecénász című kulturális magazin műsorunkat látták, új szerkesztett műsorral egy hét múlva találkozunk, addig keressenek bennünket a Zemplén Televízió weboldalán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.